Sziasztok! Üdv újra a Kripto Akadémia YouTube csatornáján. Az elmúlt napok, vagy talán hetek hurrá optimizmusa után, minthogyha egy picikét megragadt volna a lendület, vagy megakadt volna a bitcoin emelkedése, ezt fogjuk áttekinteni, és segítségül hívom ebben a videóban a bitcoin dominancia grafikonját is. Tartsatok velem, a rövid kis intróm után jövök vissza. képernyőmön láthatjátok a Bitcoin 4 órás grafikonját, és a tegnapi streamemben is már erről az instrumentumról beszéltem, természetesen, hiszen kripto akadémia vagyunk, szóval miről is másról beszéljek, hanem a kriptóról, ezen belül is hát megkerülhetetlen eleme a kriptopiacnak a Bitcoin. A tegnapi streamemben azt mondtam, hogy jelenleg egy ilyen dobozban illő vagy dobozba illő mozgást végez a bitcoin, egy ilyen szűk range-ben kvázi oldalazgat. Ennek a range viszont van egy olyan tulajdonsága, ami számomra sokat elmond, méghozzá az, hogy nagyon hasonlít ehhez a range vagy ehhez a kis mozgáshoz, ami itt a június 17-én kezdődött, és hasonló ívet járt be. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, mielőtt még tovább bonyolítanám a szót, hogy a piac nagyjából ugyanezt a mozgást próbálja meg leutánozni, csak egy picit nagyobb időtávban, és egy magasabb range vagy egy szélesebb range-ben teszi ugyanezt. Mire lehet ebből következtetni? Hát én elsősorban arra következtetnék, hogy a piac megmutatta nekünk itt ebben a kis kettes hullámban, hogy milyen lesz majd a nagy kettes hullám, egy picit súgott nekünk, azaz ebből arra következtetek, hogyha itt ez egy egyes kettes hullám lehetett, aminek ez volt a harmadik, negyedik, majd az ötödik befejező szakasza, akkor ez valószínűsíthetően, egy nagy-kettes hullám, tehát a piac szereti önmagát megismételve uh, ugyanazokat a formákat elénk dobni. Hogyha a kellene gondolkoznom, akkor erre a mozgásra, miután ez egy sekély korrekció volt, értelemszerűen a flat korrekció jelzőt aggatnám, és ide szintén valamiféle flat korrekciót, esetleg kombinációját a flat korrekcióknak gondolnám megvalósulni. Na most, hogyha Igaz ez a feltevés, és ez a kis kettes hullám, illetve ez a nagy kettes hullám á, ugyanahhoz a, a trendhez tartozik, hogy úgy mondjam, vagy hogyha igazán van ezt a flat korrekciót, illetően, akkor ebből egy releváns és egy határozott elmozdulást várnék. És hogy miért teszem ezt, vagy miért várom ezt, hát hogyha megfigyeljük, itt amikor ez a korrekció kialakult, akkor ezután is egy releváns elmozdulás következett. A piac egy jó nagy emelkedést produkált itt ebben a 3-4-5-6 gyertyában, és aztán utána elkezdődött ez az oldalazó szakasz, és hogyha hihetünk ennek a sormintának, akkor ismételten ez az emelkedés várhat ránk, azaz, hogyha ebből a boxból kitörünk, akkor onnan most már biztosan a 40 ezer dollár környékére számítanék az árfolyam tekintetében. Ehhez egyébként úgy gondolom, hogy minden adott, a korrekció szépen végbe ment, és ahogy látjátok, eddig még az eresinek nem sikerült ebben a pentartható BER tartománynak nevezett zónába beérkeznie, ami alapvetően azt az álláspontot támasztja alá, hogy itt valójában egy korrekcióról lehet szó, és a trendünk az még mindig fölfele irányul, tehát egy uptrendben van most jelen pillanatban a bitcoin. Nézzük hozzá ehhez az uptrendhez, illetve a Bitcoin grafikonjához a Bitcoin dominancia grafikonját is, ugye amelyről azt mondtam az eddigiek során, hogy egy közel két éve kialakult és tartósan ja, velünk maradó a ellenállást sikerült megtörnie. Nagyjából itt lehettünk, amikor azt mondtam, hogy mikor, hanem most, ugye talán emlékeztek rá, és aztán ez a, a, a törés, gyakorlatilag ennek a támasz vagy a ellenállás zónának a törése meg is történt. Némi kis oldalazás után ugyan, de megtörtük, és felette is zártunk, most már több hete ezen a ellenállás fölött van az árfolyam. Most eddig úgy tűnik nekem, hogy nagyon nem akar pihenni, ugyan két hétig itt egy ilyen kis volt, de várhatóan ez a dominancia tovább fog növekedni, és hogy hova juthatunk el a dominancia tekintetében, hát első körben ez az, a, hát kicsit lejjebb húzom, hogy igazítsuk a gyertyaszára, ez az 59-60%-os határ, ez nem tűnik elérhetetlennek, és hogyha ide elér a Bitcoin, dominancia, akkor lesz majd érdemes figyelni, hogy itt milyen árakció fog következni. Ugyanis, hogyha megfordul, és ne Isten, meredek esésbe kezd a bitcoin dominanciája, ugye az azt jelenti számunkra, hogy feltételezhető, hogy az altokba áramlik át a bitcoinba befolyt és nem realizált, vagy részben realizált profit, tehát, hogyha a bitcoin dominanciája meredeken csökken, akkor azt úgy szoktuk hívni, hogy alt szezon, ilyenkor az altok jutnak főszerephez, és ők lesznek azok, akik a piac mozgását talán legjobban lekövetik, vagy ne adj Isten diktálják azt. Hogy ezek közül melyik altra lesz majd célszerű figyelni, azt elsősorban a bitcoin grafikonján lehet majd megfigyelni, mármint úgy értem, hogy a bitcoin páron, tehát hogyha valaki mondjuk Szolánában hisz, és azt reméli, hogy a Solana nagy utat fog bejárni, akkor érdemes összevetni a Solana Bitcoin grafikont, és hogyha ez a grafikon is támogatja az elképzelést, akkor valószínűleg egy alt szezon során a Bitcoin Solana az nagyon jókat fog majd menni, illetve a Solana fog jókat menni dollár ellenében is. Végezetül pedig egy pár szót a Prime XBT tőzsdéről és az ott elhelyezett copy trading orderemről. Ugye, hogyha figyeltétek a csatornánkat, vagy esetleg fel vagytok rá iratkozva, akkor tudjátok, hogy körülbelül másfél-két héttel ezelőtt 100 dollárt depozitoltam a Prime XBT copy trading felületére, és bekövettem ezt a CVC member nevű usert, és nézzük meg, Kicsi update, hogy hogy áll most a pozíciónk. Voltunk már pluszban is, jelenleg mínusz 3 vagy nem is mínusz 10 százalék körüli veszteségben csücsülünk. A maximumunk az 6,4 százalék volt ezzel a kereskedővel. Jelenleg viszont úgy tűnik, hogy valami nem igazán adta ki neki, és egy 10 százalékos veszteségben csücsülünk. Ez csak egy ilyen kis részinformáció vagy részeredmény, mondhatni, hogy félidei eredmény. Én még továbbra és bízom abban, hogy ez a kereskedő összeszedi magát, és legalább ezt a mínuszt ledolgozza, hogy nullán legyen ez a portfólió. Hogyha érdekel benneteket, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, két-három hét múlva jövök majd, és megnézzük, áttekintjük, hogy milyen eredményt született ebben az egy hónapos teszt időszakban. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt a rövid elemzés mára, tartsatok velem holnap is, sziasztok!